Másfél méterrel szélesebb lett és új burkolatot kapott Geszteréd egyik külterületi útszakasza. A Kállói úti munkálatok két ütemben zajlottak. A beruházást már 2022 őszén elkezdték, hivatalosan pedig most adták át a fejlesztést, amelynek jelentős részét a vidékfejlesztési programban nyert forrásból finanszírozta az önkormányzat. Ez a 2,7 kilométer 300 millió forintba, 300 millió 52 ezerbe került, ehhez 5%-ot saját erőt fordítottunk bele, az önkormányzat tette bele, még várjuk ennek az útnak a belterületi út szakaszát, reményeink szerint hamarosan fogjuk tenni, de az átadás nem késett, hanem ez most időben van, nagyon sok helyen még most készítik az utakat, de mi nálunk mást is volna mit átadni, az egészségházat, temetőkerítést, meg több mindent tudnék mondani, a zsidó temetőt. Hála jó Istennek és a magyar kormánynak elég jelentős pályázatokat el tudunk hozni, de vannak még céljaink és még vannak álmaink, ami megvalósításra várnak. Az átadó ünnepségen Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, a 2014-től 2021-ig tartó ciklusban az irányító hatóság több mint 4000 a vidékfejlesztési programban meghirdetett pályázatot ítélt sikeresnek ebben a választókerületben. Ez közel 50 milliárd forint értékű támogatást hozott a térségben működő gazdálkodók, civil szervezetek, önkormányzatok és egyházak számára. Ezen belül a külterületi utak fejlesztéséhez 17 önkormányzat nyert forrást. Ez a program is részét képezi annak a 17 pályázat együttesnek, amely a választókerületben 3,5 milliárd forint támogatást jelent, és összesen 45 kilométernyi megújult utat, megújult külterületi utat. Tehát összességében 17 pályázatban 3,5 milliárd forint értékű útfelújítás, külterületi útfelújítás érkezett ide a választókerületbe, aminek reményeink szerint a gazdák és a helyiek is örülni fognak. Az ünnepségen Nagy István agrárminiszter elmondta, a vidékfejlesztési programban meghirdetett két felhívás eredményeként 2500 kilométer hosszan újultak meg külterületi utak az országban. Míg az első kiírásban erő- és munkagépek beszerzéséhez kaphattak forrást a pályázók, addig a 2021-ben megjelent felhívásban maximum 300 millió forint visszanemtérítendő támogatáshoz juthattak a kérelmezők. Itt összesen 822 kérelmet támogattunk, mintegy 127 milliárd forint értékben. A felhívás hozzávetőleg 1500 kilométer külterületi út megújítását tette lehetővé országos szinten. Geszteréd önkormányzata erre az utóbbi felhívásra nyerte el azt a több mint 285 millió forintot a mintegy 300 millió forint összköltségi projektre, amelynek részeként két különböző helyről számú út burkolat megerősítése és szélesítése valósult meg 2,7 kilométeren. Az átadáson az is elhangzott, az új agrár- és vidékfejlesztési pályázatokat az év elejétől folyamatosan hirdetik. A külterületi közutak fejlesztését célzó új felhívás a tervek szerint 2024 őszén jelenik majd meg.